Megalakulásának 10. évfordulóját egyben az alakulatnapját ünnepelték november 2-án Székesfehérváron az MH93. Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóajnál. Orosz Zoltán vezérőrnagy, a HM Honvéd vezérkar főnök helyettese beszédében kiemelte. Fontos számunkra az, hogy a társadalom lássa és tudja, hogy mit végzünk, miért kellünk, mit jelent a hazavédelme. És a vegyvédelmi képesség egy olyan képesség, amely hozzájárul a honvédség általános, a hazavédelmében betöltött szerepének biztosításához, fenntartásához. Ez történt napjainkban is, folytatta orosz vezérőrnagy, amikor a vörösi szab katasztrófa kapcsán a katonák közöttük a vegyi védelmi zászlói állománya tisztességesen helytáltak az emberek és az értékeik mentésében, valamint az azt követő mentesítési feladatok végrehajtásában. Orosz Zoltán vezérőrnagy beszéde végén megköszönte az állomány egy évtizedes munkáját. Ennek elismeréseként az alakulat parancsnokának, Szombati Zoltán mérnök ezredesnek átadta a vezérkarfőnök által adományozott emlékplakettet. Az ünnepség az összhaderőnemi parancsnok köszöntő levelének felolvasásával folytatódott. Ebben Kovács József vezérőrnagy elismerését fejezte ki a zászlóalj személyi állományának az elmúlt években végzett munkájáért. Külön kiemelte a zászlóalj az elmúlt hónapban bekövetkezett iszap katasztrófa elhárításában való szerepvállalását. Ünnepi beszédében az alakulat parancsnoka Szombati Zoltán mérnök ezredes méltatta a múltat, majd értékelte a katonák mentesítő munkáját az őszi katasztrófa során. 1950. november 1-én alakult meg a 9. önálló vegyi harc zászlóalj Budafokhároson, amely minden mai élő vegyivédelmi alakulat jogelődjének tekinthető. Másrészt pedig 2000. november 1-én alakult meg alakulatunk, a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor vegyivédelmi zászlóalja. A zászlóalj számára kiadott alapító okirat főfeladatként az alábbiakat határozta meg. A zászlóalj részt vesz az ország területén bekövetkezett nukleáris baleset elhárításban, végzi a szárazföldi hadtest hadműveletének vegyivédelmi biztosítását, és folytatja az alárendeltségében lévő alegységek felkészítését, kiképzését, valamint a harckészültségi feladatokat. A zászlóalj kijelölt állománya október 4-e óta folyamatosan részt vesz az iszap katasztrófa következmények felszámolásában. Katonáink napi váltással 24 órás munkarendben folyamatosan végzik a devecsert elhagyó járművek mosását. Emellett a katasztrófát követően részt vettek Kolontáron és Devecserben az utak és a szennyeződött házak tisztításában. Beszéde végén a parancsnok kiemelte, nagyon fontos a technikai fejlesztés mellett a NATO képességek további erősítése és a meglévő képességek szélesítése. Ezt követően az ünnepség résztvevői az alakulat épülete előtti Petőfi szobornál koszorúkat helyeztek el, és emlékeztek a szabadságharc forradalmár költőjére.